Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják. A vonalban Markó Róbert, színházrendező, dramaturg. Szia, szeretettel köszöntelek. Szia, köszöntöm én is a hallgatókat. Ősbemutató lesz vasárnap délután az 5:10. A darab címe A lány, aki nem beszélt. Tóth Krisztina megrendítő erejű meséje 2015-ben jelent meg könyvalakban. Ezt állítottátok most színpadra. Mi áll a történet fókuszában, Robi? Hát tulajdonképpen ez Tóth Krisztinának ugye egy több éves mesekönyve már, és hát ha nagyon egyszerűen mondom, akkor az örökbefogadásról szól, amiben az írónő ugye maga is érintett ebben a témában, de nagyon izgalmas szépirodalmi feldolgozása ez a könyv ennek a témának, ami tulajdonképpen egy mesekönyv, tehát gyerekek is olvashatják, de mint minden jó mese, nem csak a gyerekeknek szól, hanem tulajdonképpen minden egyes rétegét a társadalomnak, minden korosztályú csoportot képes megszólítani, ami azért is lehet így ebben az esetben, mert tulajdonképpen Tóth Krisztina egy ilyen álnépmesét vagy műnépmesét írt ebből a témából, illetve nem is egy mese ezt, hanem sokkal inkább három. Az első része ennek a mesefüzérnek az egy kislánynak a születéséről szól, akit a szülei magára hagynak. Aztán a második része arról szól, hogy ezt a kislányt megtalálják az erdőben, és magukhoz veszik egy család. És a harmadik része pedig ennek a mesefüzérnek az, hogy ez a kislány elindul, és már felnőve az érzelmi biztonságát megszerezve fölkeresi a biológiai szüleit. És mindezt a történetet, amit én elmeséltem, a Tóth Krisztina tulajdonképpen egy ilyen népmesei köntösbe bújtatja, mind nyelvében, mind a szereplő választásában, mind a fordulataiban, és egy borzasztó érdekes, izgalmas, tényleg humorral is rendelkező, de mégis ilyen szívhez szóló történetet tud kanyarítani ebből az egész kis meséből, vagy ennek a lánynak az életéből, és hát nagyon régóta foglalkoztat már engem is ez a mesekönyv, tulajdonképpen a megjelenése óta, és mint utóbb kiderült, érsek Csanádi Gyöngyit is, aki az Aranyszamár Színháznak az alapítója és a vezetője. Mi már régóta szeretnénk együtt dolgozni, kerestük azt az anyagot, ami mindkettőnket tényleg stimulál, és akkor végül is hosszas keresgélés, több éves egyeztetések után egyeztünk meg ebben, hogy a lány, aki nem beszélt, az lesz a közös előadásunknak az alapja. Tóth Krisztina is nagyon boldogan és nagy örömmel vett részt magában a munkában, vagy támogatta a mi munkánkat, úgyhogy tényleg egy ilyen nagyon szerencsés csillagzat alatt született produkció ez. Azt érezzük most így a bemutató előtt néhány nappal mindannyian. Hát csak azok a képek, amelyeket felvillantottál, már is ezernyi kérdést indítanak el az emberben, de mégis mit feszeget ez a három történet? Hiszen annyiféle aspektusból lehet mindezt láttatni. Igen, és hogy kísérletet is teszünk arra, hogy tulajdonképpen több aspektus is meg, vagy több nézőpont is megmutatkozhasson ebben az előadásban, de tulajdonképpen legerősebben az identitáskeresésről szól. Arról szól, hogy mi, akik, tehát hogy az ember magára tudja vonatkoztatni ezeket a kérdéseket, hogy ez a mi főszereplő kislányunk, ő kicsoda is valójában. Tehát, hogy van egy képe, vagy önmagáról, egy tapasztalata, és aztán elkezd egyre mélyebbre és mélyebbre ásni a múltjában, és fölfedezi, vagy fölfeszegeti tulajdonképpen azt, hogy az ő személyiségét milyen hatások alakították ki, vagy az ő élete, az tulajdonképpen mi is volt valójában. Tehát tényleg egy ilyen identitáskeresés történet, egy kifejezetten ilyen magunkba nézős, lassú, befelé figyelős történet, és hát a megvalósításban is tulajdonképpen arra törekedtünk, hogy nincsen nagy csinnadratta, nincsenek nagy hatások, hanem sokkal inkább a történetnek az erejével próbálunk hatni a színpadi megvalósításban is. Délután 3 órakor lesz az 5:10 Kamaraszínházában az előadás. Hát ez azt feltételezi, hogy valószínűleg gyerekeknek is szól. Egészen aprócskáknak is akár, mondjuk ezt mondtad az elején, de hogy egészen kis gyerekeknek is érdekes lehet. Igen, 6 éves kortól ajánljuk az előadást. Aha.
Én nagyon sokat dolgozom gyerekeknek, tehát készítek előadásokat kifejezetten gyerekközönségnek, és mindig azt szoktam gondolni, hogy igazából a legfontosabb az, hogy a legkisebbek, tehát jelen esetben a 6 évesek, a primer szintjét megértsék a történetnek, tehát találjanak egy figurát, akivel azonosulni tudnak, ez a mi esetünkben a kislány lesz, és az ő életét végig tudják kísérni, és azt gondolom, hogy itt ez a feltétel teljesül, tehát hogy nincs minden pontját érteni tudják ennek a történetnek. Mm. És hát ahogy idősödik az ember, vagy egyre magasabb, vagy felsőbb korosztályba tartozik, tulajdonképpen úgy bomlanak ki valójában az egyre mélyebb rétegei, vagy egyre komplexebb rétegei ennek az előadásnak, akár csak a történetileg, akár szövegileg, akár zeneileg, akár képzőművészetileg, de mégiscsak azt tartottuk a szemünk előtt, hogy ezt tényleg kisiskolás gyerekek is nézni fogják ezt az előadást, és hát nekem az a tapasztalatom most már majdnem másfél évtized munka után, hogy azért a kisgyerekek rendkívül nyitottak, és borzasztóan érzékenyek arra, amit művészet címén kapnak. Tehát még ha a megmagyarázni nem is tudják, vagy szavaik nincsenek is arra a komplex élményre, amit kapnak, az érzés vagy az empátia az minden esetben megvan bennük. Nagyon fontos tudni azt, miután a téma sem könnyű, hogy az előadáshoz kapcsolódik egy feldolgozó foglalkozás is, uh-huh. aminek a létrehozásában Gyevi Bíró Eszter, a Kolibri Színháznak a színházi nevelési vezetője volt a segítségünkre, és hogyha majd nem ilyen hétvégi matiné formában játsszuk az előadást, hanem osztályoknak és homogén életkorú csoportoknak, akkor nagyon fontos része tulajdonképpen magával az előadással egyenértékű része a feldolgozó is, vagy ez a színházi nevelési rész is a Lány, aki nem beszélt című produkcióhoz. Most vasárnap délután pedig a megrendítő mesefüzér után közönségtalálkozó is lesz majd, ahol lehet kérdéseket is feltenni az alkotóknak. Ez mindig nagyon termékeny szokott lenni. Igen, reméljük, hogy az lesz, és uh-huh. nagy örömünkre Tóth Krisztina is részt vesz az előadáson, tehát a bemutató előadáson, úgyhogy biztosan nagyon sokan fogják majd a könyvet elhozni, dedikáltatni, uh-huh. mert hogy azért ez mindig nagy öröm, amikor élő szerzővel dolgozhat az ember, és hát azért alkotóként is mindig van egy ilyen plusz izgalom, hogy vajon az a világ, amit mi megteremtettünk, az mennyire áll összhangban azzal a világgal, ami a szerzőnek a fejében megfogant. Krisztina egyébként nagyon engedékeny volt minden szempontból, tehát nem szólt bele abba, hogy mi születik, mert azért van, aki minden lépést igyekszik ellenőrizni, de mondom azért ez mindenképpen egy feszültség, vagy egy izgalom most bennünk, hogy kifejezetten ő mit fog szólni az előadáshoz, és hát természetesen, hogyha elhozza majd azt a kislányt, aki az ő kislánya, akinek a története tulajdonképpen ez nyilván stilizálva, vagy bizonyos részleteiben megváltoztatva, ő benyomásai is rendkívül érdekesek lesznek, úgyhogy mi is duplán izgatottan várjuk a premiért. Érzékeny és kíváncsi közönséget kívánok. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen mi is. Marko Róbert, színházrendező, dramaturg volt a vendégem itt az Intermezzóban.